mindenkinek is üdvözlet a csatornán, Mizu. Hát mindez a címből is kiderült, ez a mai videó egy kicsit, kicsit intimebb vonalba fog átmenni, és ugyebár kiraktam Instára, aki ugye nem követ Instán, az nyugodtan kövessen be, ide is be is rakom, meg az infoboxba is, na, tara, lényeg a lényeg, szóval megszavaztátok, hogy csinálják egy olyan videót, ahol a szex témát fogjuk feszegetni, tehát szexuális felvilágosítással fogtok itt most találkozni. Előre leszögezném, hogy ez nem egy olyan videó, ahol itt most olyan dolgokat fogok mondani, amik, teljes mértékben tabu dolgok, nálam igazából ez nem így működik. A másik része a dolognak pedig az, hogy nem arra tanítom a fiatalokat, hogy szexeljenek vagy ilyesmi. Ez egy olyan téma, ami nem mindenkinek fekszik, és hogyha te úgy gondolod, hogy erről a témáról az interneten nem kell beszélni, akkor légy szíves, fogd meg a sátorfeledet, és adios, goodbye. Szóval, én úgy gondolom, hogy mivel én felnőtt vagyok, meg igazából alapvetően én úgy gondolom, hogy a szex az egy olyan téma, amit szerintem nyugodtan meg lehet beszélni, és úgy gondolom, hogy nektek is kell pár tanács, meg ilyesmi, szóval igen, és nem is tudom, hogy csináljam ezt a videót, én igazából arra is gondoltam, hogy elkezdek igazából én beszélni magáról, erről a témáról, de inkább afelé hajlok, hogy azokra a kérdésekre válaszoljak inkább, amiket ti feltettetek nekem, de igazából nyilván nekem is megvan a magam véleménye a szexről, arról, hogy mit, hogyan, miért, mikor, hogyan és kivel, de mindenkinek ez a saját magán problémája, hogy ez hogy kezeli. Még egyszer elmondanám, hogy akinek ez nagyon nem fekszik ez a téma, az már most kikapcsolhatja a videót, mert itt nincsenek tapuk, és nem is lesz olyan téma, amit én most itt el fogok kerülni, és mindenre választ fogtok kapni. Természetesen az én szexuális életemet az nem fogom a ti orrotokra kötni, hogy én mit csinálok, vagy mikor, vagy hogyan, de igazából lesznek olyan kérdések, amiket úgy gondolom, hogy megválaszolhatok, de viszont ezt nem fogom elmondani, hogy részletesen az én szexuális életemben mi és milyen formában történik, szóval kezdjük is el. Ugye az első kérdés azt írtam, hogy tabu témaként kezelem-e, és természetesen ugye ezt meg is válaszoltam már, hogy én nem kezelem ezt tabu témaként, én azt a részét kezelem tabu témaként, ami az én párkapcsolatomban, az én magánéletemben történik. Természetesen mindennek megvan az a része, amit meg lehet osztani a másikkal, vagy ugyebár egy platformon ezt el lehet mondani. És én nem nagyon láttam még olyan videót, ahol ezt a témát feszegetik, pedig szerintem nagyon kéne, főleg a mai világban, ugyebár 21. század, és akkor a szex az egy olyan dolog, amiről nem beszélünk, mégis mindenki csinálja, és akkor csinálják, amikor éppen nem kéne, vagy nagyon rosszul csinálják, vagy nagyon rossz dolgokat gondolnak róla. Én úgy gondolom, hogy erről lehet beszélni, lehet tanácsot adni, lehet nyíltan megnyilvánulni erről a témáról, és szerintem semmi gáz dolog nincsen benne. Nyilván, aki ezzel elkuncogja magát, vagy ilyesmi, az nőjön fölött agyilag, mert nagyon gyerekes dolog ezt úgy kezel, hogy úristen, szex. Na mindegy. A következő kérdésünk az az, hogy mi az a szex, és hát igazából nem vagyok biológus, meg semmi, nem tudok definíciót adni erre, viszont én úgy gondolom, hogy a szex az egy olyan dolog, amit két ember akkor csinál, amikor jól akarják magukat érezni, kifejezik egymásnak a szeretetüket, esetleg egy új jövevényt akarnak éppen csinálni, és természetesen ezt valahol már hallottam, hogy a szexnek a lényege az, hogy igazából ez egy ilyen kémiai vegyület, ami igazából csak arra szolgál, hogy elősegíti azt, hogy az ember szaporodjon, de szerintem ezt teljesen más dolgokra is lehet hasznosítani, és szerintem ez elmondtam mindent. A következő kérdés az, hogy az elsőnél igaz, hogy vér folyik, és én úgy gondolom, legalábbis ezt így, ahogy én ugye tapasztaltam, meg ugye barátnőkön keresztül, meg minden, amit én így megbeszélek ugye a barátaimmal, a lányoknál gyakoribb az, hogyha elvesztik ugye a szüzességüket valakivel, akkor valamennyi vér az ugye jön, mert ugye a szűzhártyát átszakítják, és az nem egy túl kellemes dolog. Van, akinek például egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon durván fáj, de ez ugye emberfüggő. És én azt is hallottam, hogy a fiúknak is van, amikor előfordulhat, hogy az első életükben az első aktusnál
konkrétan vérzik, mert lehet, hogy mondjuk felsérül, vagy elszakad az a kis csapocska ott, de ez amúgy annyira nem valószínű, tehát a lányoknál sokkal gyakrabban előfordul, mint a fiúknál. A következő az nem is kérdés, inkább csak egy ilyen tanácsot kér a kis kérdező, hogy félek, hogy nem lesz jó az első sem, nekem sem neki tanács. Én igazából azt tanácsolnám, hogy én személy szerint, amikor elvesztettem a szüzességem, akkor én is belegondoltam ebbe egyrészt. Másrészt pedig én elég nagy dolognak tartottam ezt, hogy amikor az ember elveszi a szüzességet, mert ugye arra mindig emlékszel, valaki azt mondja, hogy nem emlékszik, de szerintem ez egy olyan dolog, ami maradandó. És én úgy akartam elveszteni a szüzességemet, hogy az egy különleges emberrel történjen, egy különleges helyen, különleges kapcsolat helyen köztünk. De hát ez nem sikerült, ugyebár már fiatal voltam, de ez teljesen normális egy ember életében, hogy különlegesnek akarja, és végül nem lesz az, de valakinek sikerül, valakinek nem. Szóval, hogyha egy ilyesmi érzés van benned, hogy félsz, hogy nem lesz jó az első, vagy neki nem lesz jó az első, akkor ne stresszeld magad tovább szerintem. Akkor kell ennek megtörténni, amikor úgy érzed, hogy teljes mértékben készen állsz rá, és a másik fél, akivel te úgy gondolod, hogy ez megtörténhet, akkor csináljátok. Csak akkor csináljátok, hogyha úgy gondolod, hogy te ebben 100%-osan biztos vagy, és eljött az ideje. És nem akarom én ezt az egészet korhoz kötni, hogy mikor érdemes elveszíteni. Én úgy gondolom, hogy kamaszkorban szerintem teljesen normális. Hogyha nagyon muszáj lenne korhoz kötni, akkor szerintem 16 éves kortól. Valakinek ugye hamarabb megtörténik, valakinek később, de szerintem ez egyáltalán nem elítélendő. És azt is hozzátenném, hogy ugye a normák szerint a lányoknak ugye sokkal jobb érzés szerintem kimondani, meg így büszkeséggel tölt el, hogyha kicsit később veszítetted el a szüzességedet, mint az átlag. Egyáltalán nem szégyen és nem ciki az, hogyha valaki nem vesztette el még a szüzességét, sőt szerintem a mai világban ez még büszkeség is, hogyha valaki mondjuk 18 vagy 20 évesen még szűz, de igazából ez mindenkinek a maga dolga, hogyha ő úgy érezte, hogy neki el kellett veszítenie, és ő már készen állt rá, akkor ez az ő dolga, hogy csinálja azt, amit ő akar. Neked is megvan ez a kis dolgod az életedben, hogy van egy olyan esélyed, hogy elveszíted az üzességed, és nem kell a másikra nyomást helyezni, mindenkinek akkor jön el, amikor ezt ő úgy gondolja. A következő kérdés az ugye már inkább rám, a következő kérdések azok már inkább ugye rám specializálódtak, tehát az én személyes tapasztalataim szerint vagytok kíváncsiak ezek a dolgokra, és ugye bár kicsit bele is akartok mászni az én szexuális életembe, de ez természetesen nem baj. Én nyíltan beszélek erről, és hogyha ezt valaki cikinek gondolját, akkor az búgja el, mert a szex a természetes dolog. Szóval nekem milyen volt az első? Hát én 16 évesen vesztettem el a szüzességemet, és én nagyon sokáig tartogattam magam, úgymond én 13 voltam, amikor először gondoltam rá, hogy milyen lehet, és én úgy voltam vele, hogy én ehhez még nagyon fiatal vagyok, én ezt még nem akarom, és amikor 16 voltam, akkor jött el a nagy nap, és akkor nekem úgy jött el, hogy én párkapcsolatban voltam egy fiúval, és tök jó volt, randiztunk, meg minden, együtt voltunk már, és a nagymamája házában történt meg a dolog, viszont miután megtörtént, én a WC-re mentem, és ott leültem a WC-re, és elkezdtem sírni, ne kérdezzétek, hogy miért, lehet, hogy azért, mert rájöttem, hogy nem kellett volna, és hogy valaki mással kellett volna, vagy nem volt annyira különleges, vagy tökéletes, mint amilyennek én ezt elképzeltem, de hát nekem mindig is nagyobb voltak az elvárásaim, mind magammal szemben, és mind a másik féllel szemben, de igazából tök mindegy, mert amúgy tök jó sztori, én emlékszem rá, és igazából nem gondolom azt, hogy ciki lenne, meg semmi. Én azt mondom, hogy jó volt egynek. A következő kérdés az, hogy hogy erőszakoltak-e már meg, és ez már egy kicsit azért jobban belenyúl az intimebb részébe a dolgoknak, tehát ezt a dolgot én nem nagyon szoktam megosztani így senkivel, de egyáltalán nem szégyellem, és egyáltalán nem érzem azt, még itt előjáróban is mondanom, hogy engem sajnálni kéne, vagy valami ilyesmi, de velem ugye természetesen ez megtörtént, és 18 éves voltam, és egy buli után történt meg a dolog, és amikor azt mondják az emberek, hogy amikor ilyen dolog történik egy emberrel, akárki is legyen az utcán vagy a közelben, akkor tényleg nem segítenek, és ezt alá tudom támasztani, ugyanis tényleg nem segített senki. De én ezt nem úgy élem meg, hogy ez nekem egy nagyon nagy trauma, és szerencsére szerintem azért nem,
mert nem voltam teljesen magamnál, tehát ittas állapotban voltam, és én nem bírom egyáltalán az alkoholt, szóval szerintem ez volt az az ok, amiért én annyira nem is emlékszem erre a dologra, és így arra, hogy hogyan történt, meg hogy mi. Csak úgy nagyjából körül tudom írni, hogy hogyan történt, meg ilyesmi, de ezt természetesen nem fogom, és úgy gondolom, hogy ez nem is egy olyan dolog, amit itt szívesen mondok el másoknak, mert akkor egyből úgy érzik, hogy én most figyelemre vágyok, vagy hogy azt várom, hogy valaki megsajnáljon, de engem egyáltalán nem kell ezért sajnálni. Megtörtént, túl vagyok rajta, és szerencsére nem úgy éltem meg, mint sajnos pár ember, akinek ugye az élete is rámegy erre esetleg, vagy mondjuk soha életében nem fog tudni megbízni az emberekben, vagy a férfiakban. Ez egy nagyon undorító dolog szerintem, hogyha valaki ilyet megtesz a másikkal, és nem is értem egyáltalán, hogy ez miért jó a másiknak. De viszont vannak beteg emberek ugye a világon, és hát ez ellen lehet tenni. Én viszont egyáltalán nem tettem ellene, és pontosan ezért nem, mert nem voltam beszámítható állapotban, és szerencsére nem volt rám olyan nagy hatással, mint másokra szokott ez lenni, hála a jó Istennek, hogy nem emlékszem rá, de ez is megvolt, túl vagyunk rajta, erősebbé tett, és ennyi. Mi a legbetegebb vágyad? Hát erre a kérdésre én igazából nem is tudom, hogy tudnék-e válaszolni, mert nincsen egyáltalán semmi olyan beteg vágyam, amit én így most ugye elmondanék, de semmi olyan beteg vágyam nincs így a magánéletemben sem, amit így hú, most ez bárcsak megtörténne velem, nem. Velem ez nem. Ilyen ez a dolog, tehát én annyit tudnék ide mondani talán, hogy én igazából szeretem, hogyha elfenekelnek, meg szeretem, hogyha folytogatnak, de ez már megint csak egy olyan téma, ami már ugyan az én dolgom, de gondoltam, ez nem olyan nagy dolog, hogy most úristen, szeretem, hogyha folytogatnak, ez szeretem, hogyha folytogatnak, azt akkor mi van, csop, mi, daddy. Szóval a következő kérdés az, hogy melyik a kedvenc pózod. Ezt viszont már nem kötném az orrotokra, ugye van egy csomó, millió fajta póz, amiben ezt ugye véghez lehet vinni ezt a dolgot, viszont ez már maradjon az én és a páromnak a kis közös titkunk. Amit viszont meg fogok válaszolni, az, amit amúgy sokan értetek, és nem is értem, hogy miért. Természetesen van, bele tudok gondolni, hogy miért fordult meg ez a fejetekben, de viszont gondolom, akkor ezt azért kérdeztetek meg, mert nem követtek olyan régóta még esetleg. De viszont megválaszolom, hogy én már voltam olyan pozícióban, szebben fogalmazok, mert a kérdés az nem így hangzott el, hogy én voltam már olyan pozícióban, hogy én voltam az, aki a férfi szerepet töltötte be az ágyban, és a válaszom egy határozott nem, ugyanis számomra ez undorító, kiábrándító, lebecsmérlő, és egyáltalán nem érezném magam nőnek, és velem még soha nem volt ilyen, soha nem is lesz, és soha nem is voltam még együtt olyan emberrel, aki ezt elvárna tőlem, mert szerintem ez teljes mértékben alávetsüli a saját érzéseimet magammal szemben, én nem tudnék ezzel a tudattal élni, tehát hogyha én azt gondolom magamról, hogy én teljes értékű nő vagyok, akkor én ezt nem fogom megcsinálni, mivel ez undorító. Egy nő ilyet nem csinál, és aki pedig transznemű nő létére ezt megcsinálta, az az én szememben soha nem lesz nő, és soha nem is volt, mert ez egy olyan dolog, amit a férfiak csinálnak. Tehát nem vagy nő, barátnőm. Szóval a következő rész, vagy mi következő kérdés, az, hogy hány emberre feküdtél le életedben, és ha nem én ezt most két részre fogom bontani, hogy ugyebár én voltam szexmunkás is, és akkor nagyon sok emberrel úgy, satper kb. 3-5 ezer emberrel voltam mindennel együtt, és akivel ugye nem történt payment, olyan pedig szerintem egy olyan 3-400, igen, kicsit éhes volt a barátnőtök, de viszont akivel együtt voltam, úgy mint kapcsolatban, az 5-3 ember volt. Jó, következő kérdés, mikor volt utoljára a szexuális aktusban részed, tehát tegnap előtt, és ennyi, ezt én itt le is zártam ezt a kérdést. A következő kérdés az, hogy fájt-e nekem az első, és természetesen nem volt kellemes érzés az első, de én amúgy tökre szeretem, hogyha fáj. Szóval nem tudom, igazából ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek más, valaki azt szereti, hogyha kicsit érzékibb a dolog, valaki meg azt szereti, hogyha kicsit
Vajánlatos dialog, de nem volt a legkellemesebb érzés az első, nem is volt benne még akkor tapasztalatom, nem tudtam, hogy mit, hogy, hogyan, vagy ilyesmi, de fájt, de viszont nem annyira nagyon. Szóval következő kérdés, és egyben az utolsó is, és az, hogy hány évesen vesztetted el, ugyebár az volt az utolsó kérdés, amit felírtam, de én ezt már meg is válaszoltam, tehát 16 évesen vesztettem el, de mindenkinek ismétlem a saját dolga, hogy hány évesen veszti el, nincsen időhöz kötve, nincsen korhoz kötve. Én elmondtam erről a véleményemet, és igazából én ezen nem is tudok változtatni, nem is akarok változtatni, és akinek nem tetszik, az egész nyugodt elkismerettel alá bújhat. Szóval ennyi volt a videó, remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszett, aki még nem követ Instán, az kövessen be, berakom az infoboxba is a linket, aki nem talál meg esetleg a név alapján, de igazából lent vagyok az Instagramon, tehát lehet követni, köszönöm szépen, és akinek tetszett a videó, az nyomjon rá egy lájkot, akinek nem tetszett, az hordja el magát, de tüstén, lehet kommentelni, hogyha esetleg szeretnétek ebből egy következő részt, akkor azt szavazzátok meg kommentben, ha van még esetleg kérdés, akkor írjátok meg, és akkor kirakom Instára újra, és lehet kérdezni. És a prűde embereknek meg üzenném, hogy itt ezen a csatornán nincs helyed, tehát távozás, és remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszett, mondjuk ez azért egy lehetetlen dolog, de találkozunk a következő videóban, és igazából ennyi. Köszönöm, hogy végignézted, puszát!